Bővül a képzési paletta, fejlesztik a kutatásokat a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A vártnál is nagyobb volt az érdeklődés a tavaly indított egészségügyi tanármester szakon, amelyre 100-nál is többen jelentkeztek. Emelte ki az intézmény tájékoztatóján az oktatási rektor helyettes. Az orvos és egészségtudományi képzésnek fontos szerepe van, 5 kart is érint, tette hozzá Barta Elek. Az egyetem hallgatói összetételében a legnagyobb számban ezen a területen vannak hallgatók, tehát közel 1000 hallgató vettünk föl erre a képzési területre 16-ba. Ez azt jelenti, hogy nagyon hangsúlyozottan jelen van az egyetem képzésén belül az orvos és egészségtudomány. Mindezt erősíti az, hogy az ország legnagyobb egészségügyi ellátórendszere működik az egyetem keretén belül. Az intézmény célja, hogy egészségtudományi karrá fejlődjön, erről már a dékán beszélt. Semsey Imre közölte, ehhez nagy segítség, hogy egy GINOP pályázaton 150 millió forintot nyertek, így kialakíthatnak egy régóta tervezett labort. Ennek segítségével a kar PhD hallgatói folytathatnak majd különböző kutatásokat. Magának a fő laboratóriumnak a jellege molekuláris biológiai, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan a molekulák szintjén próbálunk kutatásokat végezni, amely kifejezetten az öregedés epigenetikai kérdéseit boncolgatná, miszerint milyen például olyan külső faktorok, mint a fizikai aktivitás vagy a táplálkozás, hogyan befolyásolja magát az öregedési folyamatot, hogyan teszi azt egészségesé vagy éppen egészségtelenné. Új oktatási helyen is bővítik az egészségügyi kart. 2017-től az ápolás és betegellátás alapszakon belüli ápoló szakirányt indítják Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolán, tájékoztatott az oktatási dékán helyettes. A kárpátaljai magyarság száma 140 ezer főre tehető, közülük a legtöbben Beregszászon élnek, ezért is választották ezt a helyszínt. Ez az úgynevezett szülőföld program keretében fog elindulni, amelyet a magyar kormány támogat. Ennek az a célja, hogy a környező országokban élő magyarság, magyar lakta területeken élő fiatalok helyben tudjanak diplomát szerezni. A karon már hagyományá vált, hogy különböző országokból vendégoktatók érkeznek az intézménybe, most márciusban pedig egy nemzetközi szeminárium is indul majd. Erre korábban még nem volt példa itt Nyíregyházán. Érkezik hozzánk egy amerikai delegáció, szociális munka mesterszakos hallgatók, egy 7-es programot fognak itt tölteni, természetesen oktatók is érkeznek velük. Ugyanakkor itt lesz nálunk éppen ugyanabban az időpontban egy szlovák és egy finn kolléga, aki szintén oktatni fog, és ugye az ötlet az abból jött, hogy ha már itt van mindenki egyszerre, akkor tegyük be egy terembe a magyar hallgatókat, az amerikai hallgatókat, akiket egyébként a finn és a szlovák kolléga fog majd oktatni, tehát ilyen módon áll össze egy nemzetközi szeminárium. A kar képviselőjeként Patyán László docens nemzetközi kutatásokban is szerepet vállal. Az idősek kirekesztődésének vizsgálatára alakult Rosenet programban. De hazai pályázatok terén is sikeres az intézmény. 2017 első fél évében a szociális munkakutató részleg a hallgatókat bevonva, a fiatalok droghasználati szokásait kutatja majd. Ezt a programot a Periféria Egyesülettel közösen indítják. A szervezet az EMI-től 7 millió forintos támogatást nyert erre a célra.